Azt hiszem Hello Kitty újra fel lett találva. És ez itt a teljes look! Hey Sari! Mit nem mondjak, fantasztikusan érzem így magam. Got the power. Békés karácsonyt tennelek, üdvözlök mindenkit újra itt a lokásomba. A mai videóban újra egy hét így youtuberek fognak öltöztetni. Egész pontosan Maris, Klau, Ati, Csenge és Bence, ami egy nagyon félelmetes kombó. Eszméletlenül félek, mert ezek a ruhákba ki kell mennem majd az utcára. De imádkozzunk a jó Istenhez, és lássuk, mit hoz nekem ez a hét. Ebben a videóban Maris és Klau lesz az új versenyzőnk, a többieknek pedig csak stílusváltást adtam. Ugyanis egy héten keresztül, azaz 5 napon át, mert nálam 5 nap egy hét, and that's on a bad matek érettségi. Attila fogja megmondani, milyen felsőket viseljek, Bence, hogy milyen cipőket, Mariannak kiegészítőket, illetve Klau az alsókat. Szabja majd rám a hét folyamán. És Csenge szintén a felsőket. Ez egy kis félreértés volt és az én hibám. De nem baj, több felső viccesebb videó. Kezdjük is el, haha. Ilyetton csicsi, wow. Kínos volt. Na, sziasztok! Ezt a megtiszteltető feladatot kaptam mára, illetve hát egész hétre, hogy Tomnak különböző kiegészítőket mondjak, hogy miket vegyem fel. A mai napra azt találtam ki, hogy bármilyen övet vegyem fel, csak nem akármilyen módon. Általában a nők szokták így hordani, de így nem csecsukolok. Lehet, hogy a fiúk is szokták. Az a lényeg, hogy az övet ne a nadrágba dugd bele, hanem csak így... Szóval, hogy mondja, rezzem el? A mellkasod... Ja, derékra! Excuse me! Hívják. Old Max. Köszönöm, Maria. Hát az öveim amúgy azok be vannak szórva ide, de én azt mondom, mindenhez megy egy Gucci öv. Szóval lehet, hogy felgucsizzuk egy kicsit a szituációt. Na, ezek után kíváncsi leszek Klaura. Hova kell néznem? Fel? Sziaton, sziasztok, tonhalak, békés, boldog karácsony, nem tudom, mit szoktál nekik mondani. Valami ilyesmi. Első napra azt találtam ki, hogy terepmintás nadrágot vegyél fel. Hát terepmintás nincsen, csak ilyen keki. Ez ilyen elbújok az erdőbe és nem vesznek észre a vadak minta. Okay, girl. Szóval, konkrétan terepmintás gatyám az nincsen, viszont van ez a valami ilyen katonai jellegű nadrág. Tudjátok, ilyen kis katonai... Köze sincs hozzá. Na mindegy, de amúgy hasonló, esküszöm. Leveszem már a szemüveget, hogy szemtől szembe nézzünk. Az első napra azt szeretném felvenni az egyik Balenciaga cipődet, de úgy, hogyha jól tudom, abból kettő szín van, az egyik lábon az egyik szín, a másikon pedig a másik. Oh, yes, bitch! És ahogy Bence említette, igen, kettő színben van Balenciagám, van ez a zöldes, illetve ez a pés színű. Hát nem gondoltam volna, hogy ezt a kettőt valaha párosítani fogom, de úgy látszik, eljött erre is a nap. Fiatalon, szóval az első napra szeretném, hogyha felvennél egy nagyon színes pólót. Amúgy itt vagyok, hogy javaslom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a póló, csak az a lényeg, hogy nagyon színes legyen. Eddig nagyon jól állunk. Na, sziaton, és hello mindenkinek, aki nézi ezt a videót. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megint kérted az ilyen hivat tanácsaimat. És hát igazából ugye most a felsőket kaptam, aminek nagyon örülök, hiszen azért sokkal jobbak, mint a kiegészítők szerintem. Hát nagyon örülök azt, hogy én is irányíthatom itt Tonnak a hetét, mert a kiegészítőket kaptam meg, ami szerintem az egyik legjobb kategória. Arra gondoltam, hogy nem fogom most így minden nap megmondani, hogy hétfőn ezt vett fel, kedden azt vett fel. Egész héten a felsőidet Csengének a gardróbjából választott, ennyi na csá. Oké, a konklúzió, mivel Csenge csak 4 videót küldött az 5 napra, mindegy is. Az első napra beiktatom Attila tervét, tehát felveszem Csenge egyik pólóját. Viszont mivel nincs itthon és nem akarom nagyon meglopni, bocsi Csenge, ha nézed, elloptam egy pólód. Szkszksz. Ezért a többi napra viszont Csenge kívánságait fogom teljesíteni. Na de Csenge pólói közül most jön az igazán nagy kihívás. Nem is tudom, mi az, amit egyáltalán fel tudnék venni. Amúgy ez a redvanon... Ez a redvanos póló, ez tud ilyen oversize. Elles, esőim, ez jó lesz rám. Te vagy a kiválasztott. Csapjunk is bele. Esküszöm, srácok, ez nem is lenne olyan borzasztó, majd... Mi az Isten ez az övit? Igen, megpróbáltam felvenni a két külön Balenciagát, majd rájöttem, hogy mindkettő a bal lábamra való. Nem baj, így még különlegesebb, nem? Ennyi szóval is kényelmetlen, de hát mecsi-mecsi! Úristen, srácok, úgy érzem magam, mint egy tehenészlány. Skantárom vagy. Jihau! Jihau! Vélemény! Szörnyű. Nem, egyébként esküszöm nem lenne olyan rossz. Na mindegy. Elmehetek benne táncolni ilyen Gangnam Style. Már csak ez a szemüveg hiányzik hozzá. Tag life for life. Szép jó reggelt mindenkinek! Újabb nap, újabb csodálatos outfitek. Alig várom! Érzem, hogy egyik nap összebeszéltek, és majd mesztelenül kell amúgy lennem.
De még mielőtt tovább haladnánk, szeretném elmondani nektek, srácok, hogy a mai videót szintén a Boosteroid támogatja. Ugyanis valami elképesztő mennyiségű üzenetet kaptam tőletek, hogy mennyire imádjátok ezt a platformot. Tényleg rengetegen írtatok, hogy kipróbáltátok, és mennyire hasznosak találjátok. Igen, még engem is meglepett, hogy ennyien. Azonban, aki nem látta volna a múltkori videómat, annak egy kis gyors talpaló. Ahogy már a múltkor elmondtam, teljesen rá vagyok a karantén óta ezekre a videójátékokra, ami elég nagy baj. Igen, még Fortnite-ot is játszottam. Én. A Boosteroid olyan felhőjáték platform, aminek segítségével nincs szükséged egy megfizetetlen drága számítógépre ahhoz, hogy fantasztikus játékélményt kaphass. Ugyanis amint regisztráltál a weboldalon keresztül több mint 50 játékkal ingyenesen, és több mint 150 játékkal egy csekély kis pénzért már játszhatsz is. Legyél akárhol, a vonaton, az erdőben, a kutyaházában, egy béka... oduban, olyan nincs. Mindössze jó internet kapcsolatra, kontrollerre vagy egérre, egy klaviatúrára, és a boosteroid.com-ra van szükséged. A legjobb része az egésznek, hogy mindössze havi csekély 10, avagy évi 50 euróért tudjátok igénybe venni ezt az egész szolgáltatást. Itt láthatjátok, hogy már én is csináltam egy fiókot, illetve én is használom többet is, mint kéne sajnos. Úgyhogy mindenképp csekkeljátok le a leírásban található linket, amin keresztül ti is tudtok regisztrálni, most pedig hát lássuk, hogy milyen csodás öltözékeket kapok majd youtuber barátaimtól. Ugye azt már tudjuk, hogy a tegnap Attila brilliáns ötletét használtam fel. Ma a Csenge első napi ajánlását kell felvennem. Szóval a színes felsőnél maradunk. Na de lássuk, Bence mit üzen. Van még neked az a fura Dolce Gabona ilyen zokni cipőd, azt szeretném, ha fölvennéd. Gabona, arra sütöl a gabonát. És hoppá, eltelt egy nap, ugyanabban vagyok, ugyanott. Szóval a mai napon egy ilyen nagyon-nagyon rövid farmer sort, amit magadnak meg is DIY-olhat, és azt szeretném kérni, hogy legyen szaggatott az alja, és kb. Tudod már így a popsidnak a vonalai látszatjót? Pedofil! Mi lennék pedofil? Tessék! Úristen! Na hello, hello, sziasztok! Új nap, új élmények! Ez egyre kínosabb! Én még mindig nagyon csúnya vagyok, de kicsit változtattam itt a nézeteken. A mai nap egy kicsit lájtosabbat találtam ki, mint előző napra, ugyanis arra gondoltam, hogy azt a sapkát vett fel, amit tőlünk kaptál. Az a sapka nagyon király, viszont a Dolce Gabbana cipővel és egy farmer gatyával, amiből kilóg a popolopom. Ajaj! Na lássunk is neki! Na ez biztosra veszem, hogy egy ultra vicces kombináció lesz. A sapka, amit Mariséktól kaptam, az egyébként pont itt van. Extrém jó színe van amúgy, kíváncsi vagyok, hogy fog menni a szethez. Bence szerintem erre a cipőre gondolhatott, ami hát egy rövid gatyával undorító lesz. Látom előre lelki szemeimben. Az igazság, nem is tudom, van-e farmer sortom. Alapban nem vagyok a sortok embere, de farmer short. Úristen, nem vagyok felkészülve erre a videóra. Lehet, hogy nincs farmer sortom. Dude, no! Megvan. Van egy nadrágom, ami hát mondjuk úgy 100 000 éves, és valószínűleg már nem is jó rám. Mi lenne, ha ebből csinálnék egy farmer sortot? Nos, hát hogy ebből a gatyából hogy csinálok rövidet, arra még én is kíváncsi vagyok. De alapból annyira ki van szakadva, hogy miért ne. Egyezünk meg abban, hogy rövid lesz, azt nem mondom, egy kilóg a popolopom, mert a végén még a YouTube lehet tiltja a vidi-vidi videót. Okidoki. Elkezdjük. Bakker. Az egyetlen dolog, amiért ezt megmerem csinálni, az tényleg az, hogy ez a gatya ultra kicsi volt már rám. Tényleg annyira szétszakadt, mert hogy amúgy ez így össze volt varva, hogy gyakorlatilag már nem lehet hordani. Úram Isten. Az utolsó pillanat. Woohoo! Lejött az egyik láb. Ezt majd hordhatom ilyen kézmelegítőnek. Oké, a másikkal is haladunk. Ó, nyás. Hozzan, hoppá. Most ez feljebb szakad. Gyerünk már, Mónika. Tadá! Uram, atyám! Az igen. Oda nézzetek, srácok. Azt a mindenit. Amúgy rendesen jól néz ki. Most nem ajátok, hogy nem. És végül, de nem utolsó sorban ezt a pólót választottam, ugyanis ebbe tényleg megtalálható a létező összes szín. Na ez az, aminek fixen nem álltok készen. Sapka, póló, cipő és gatya. Az oszt igen. Hát, hogy is mondjam? Azt hiszem, itt tért véget a YouTube-os karrierem. Szegény nadrág! Ezt kitaláltátok, testvéreim. Azt mondom, a cipővel még egész jó. Ha ideig, nem, várjatok, ideig húzom, akkor egész jó. Ha ezt itt kihagyom, várjatok. Ezt itt kihagyom, egész jó, de ebbe nem megyek ki az utcára. Ugyanis nem szeretném, ha bárki megerőszakolná, köszönöm a megértést. Sütött, mi? Nem, szerda. Halló, halló. A mai nap nem lehet már sokkal rosszabb, mint a tegnapi, ugye? Kezd már egy ilyen diszkrét kis stressz ülni bennem napig. A második napra egy klasszik... A második napra egy klasszikus, szeretnék még pedig egy papucsot, szerezzél valóban egy papucsot, vedd fel hozzá a karácsonyra kapott Balenciaga zoknidat, irány az utca.
Bence drága harmadik nappal először is. Papucs. Az érdekes lesz, van crocsom, meg egy birkenstockom. Aha, zokniló extra lesz. Szóval, harmadik nap. Nadrág. A mai nap úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon meleg van. Remélem, hogy valóban. És a mai napon ezért fürdő nadrágot kell felvenned. Nem tudom, hogy milyen van, fecske, vagy az a sért középigérő. De a lényeg, hogy fürdő nadrágba leszel ma. Oh my lord. Szerintem nem köszönök be most, mert egyre kínosabb. A lényeg, hogy azt szeretném, Ton, hogyha a mai nap egy táskát is hozzácsapnál a tökéletes outfitethez. Méghozzá a csengétől búrjál be, kérlek szépen, egy, ha lehet, a csengének a legnőjesebb táskáját, valami csajos-csajos cuccot. Oh lord! Újatlan trikót szeretném felvennél. Ilyen vékony, pántosan. Tudod, ilyen spagetti. Vagy ha az nincs, akkor csak minél vékonyabb legyen. Hogy igen, ez a második napra. Miért akar mindenki csengének öltöztetni? Na hát ez a legközelebbi dolog, amit találtam a trikóhoz, vagyis hogy a spagetti pántos trikóhoz, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szűk kis trikó, úgyhogy élvezni fogjátok a látványt. Ez pedig itt a fürdőruhám. Ez egy fekete adidasos fürdőgatya, ami talán a legjobban fog menni ehhez. Igen, hölgyeim és uraim, ez az a Balenciaga zokni, amiről Bence ugye mesélt. Ezt Csengétől kaptam egyébként karácsonyra, vagy szülinapomra. Minden esetre jó kis szett lesz. Ugyanis hadd mutassam meg a papucsot. Yes, bitch! Ezzel lesz ám igazán tüzes ez az outfit. Viszont az igazság, hogy Csengé ruhái között nem találtam táskát. Turkálni meg semmiképp nem szeretnék. Úgyhogy ezt a kis Louis Vuitton tatyót fogom feldobni a szethez. Uram, atyám! Na erre nem álltok készen. Az már szett! Hát hol is kezdjem? Igen, ez a Birkenstock X Balenciaga alapból már egy kicsit furán jön le. Ez a gatya meg ez az asszonyverő trikó. Illetve ez a táska, hát érdekes. Eléggé úgy érzem magam egyébként, mint valami modell fiú a kifutón. Valami nagyon random divatshowba. De lehet, hogy ezt annyira nem hordanám utcára. And that on being sexy as fuck. Yes, lábbeli, yes, szőrös láb. Imádom ezeket a jó ötleteket. Nem hazudok, egy igazi Adonisnak érzem így magam. Lehet, így fogom meghódítani életem szerelmét. Grrrr. De azt hiszem, ez a magyar jogszabályoknak se olyan megfelelő. Ha így kimennék, bevinnének a rendőrségre. Pedofilia. Hi. Yo guys, welcome to my crib. Hi sisters, it's James Art here, welcome back to my YouTube channel. No hey. What time is it, summertime? Csütörtök! Fenomenális. Rettegek, de tényleg. Harmadikra nagyon kedves leszek veled, hogy a nyár közepén egy pulcsit szeretném felvenni a minél vastagabbat. Imádnak én is. A negyedik napra rád... A negyedik napra rád bízom a választást. Az a lényeg, hogy megint, mint az első napon, felvált völgyél, az egyik lábon egy cipő, a másik lábon pedig egy másik cipő. Bence nagyon éli ezt a fele-fele dolgot. Negyedik nap, drág. A mai napon ünnepi hangulatban vagyok. Kinevetnek. Szóval, egy fekete ünneplő nadrágot, vagy öltő nadrágot, amit van, vedd fel, és érezd benne nagyon jól magad. Köszönöm, Klau. Hello, hello. Sziasztok. Ma is itt vagyok. Azt a kiegészítőt mondom neked, Toncsikám, vagyis nem is csak egyet, hanem azt szeretném, ha az összes létező nyakláncodat felvennéd. Ilyet már az előző videóban is csináltam, és akkor is nagyon szomorú volt. Most is összem, hogy nagyon az lesz. A mai nap egyébként eddig nagyon decent, ugyanis van a fejemben egy elképzelés, ami még akár jól is nézhet ki. Klau kérésére egy fekete ünneplőt kell felvennem, ami amúgy egész egyszerű, mert azt tudom, hogy van itthon nekem. Nagyon divatba jöttek egyébként nemrég ezek a gatyák, szóval, vagyis hát már elég rég, de mindegy. Szóval természetesen nekem is be kellett szereznem egyet. Nem, úgy most fogalmam sincs, hogy hol van. Uha, azt hiszem baj lesz. Mindenre van megoldás. De ez az, ami a legközelebb van a feketéhez, pontosabban csak azért mondom ezt, mert ez sötét. De ennél jobban test viszont nem találtam. Ehhez ilyen ünnepi pulcsinak fel fogom venni ezt a Balenciaga pulcsit, ami egy olyan váltán van, ami gyakorlatilag már rohad. Dondokerét, szegény kis pulcsi. A nyakláncok terén is amúgy hatalmas szerencsém van, mert jelenleg szinte minden nyakláncom apánál van. Egyedül ez a kettő, nem? Úgyhogy ez egy egész egyszerű megoldást szül nekünk. Viszont a cipőim közül egyikből sincsen, valamint egyik típusból sincsen pont két különböző szín, ami így meccselne egymással. Szóval, azon gondolkodtam, mi lenne az egyik lábamra felvennék egy Converse-t, a másikra pedig egy Vans-t. Mert ez egy kicsit hasonló, nem? Hát jó, annyira nem. De úgy érzem jobb, mint a semmi. No, mindegy, öltözzük. Oké, srácok, készen álltok?
Ez lennék én és a set, amiből nem láttok semmit. Menjünk szépen sorjába. Ez a nyaklánc fantasztikusan nem illik ez a tudhoz. Vagyis, hogy túlságosan nyitott ahhoz a nyaka, hogy ez a nagyon szorítós nyaklánc jól menjen hozzá. A gatya nem rossz. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a gatya egyébként nagyon megy hozzá. Na, de ez itt lent. Hát, én ezt nem tudom, hogy gondoltam, hogy jól fog kinézni. Kissé olyan, mintha a turiba csak ezeket a cipőket találtam volna meg. Egy bal lábast és egy jobb lábast. Yeah, baby. Szóval nem meccselnek. Nagyon próbáltam pedig összerakni ezt a szettet, de valahogy nem lett az igazi. Bitch, what is that? What is that? And that's only being sexy as fuck. Megmutatom nektek alulról is. Jó a szett, nem? És el is érkeztünk az utolsó naphoz. Fantasztikus. What time is it? Summertime. Ezután a pár nap után nem tudom, mi lehetne rosszabb, de már nem merem elkiabálni. Na, sziasztok! Utolsó nap! Ez nagyon-nagyon szomorú, viszont nagyon kis sunny fan dologra gondoltam. Azt szeretném, ez egyben egy ilyen hajstílus is, egyben kiegészítő is, hogy két hajgumival a kis cuki hajacskádat kérlek fogd föl ilyen két kis suriba. Éjjjel. Az lenne a legjobb, hogyha ilyen, hogy hívják, aminek van ilyen crunch? Én úgy nem szeretném. Olyan scrunchival lenne a legjobb. Nagyon élveztem ezt a videót, biztos nagyon jó lesz. Köszönjük, hogy benne lehettem. Puszi, sziasztok! Én is köszönöm neked, Maris. Az utolsó napra hagytam a legjobbat, a legjobb cipő, ugye? Nincs rajtunk cipő, ezért szeretném, ha mezitláb lennél. Fantasztikus. Na sziasztok! Ötödik nap, utolsó nap. Marian elmondta már, ez egy nagyon szomorú nap, de mi feldobjuk egy kicsit a hangulatot, ugyanis a mai napon cica nadrágba leszel, pedig az a nagyon kis feszülős. Nem szeretnék semmit a tontól, ezt így ki szeretném hangsúlyozni a hétvégére, de gondoltam, hogy örömet okozok a kis tonhalaknak ezzel a látvánnyal, szóval köszönöm szépen, hogy részese lehettem ennek a videónak, és nagyon szívesen a segítséget máskor is kérem. Sziasztok, sziasztok, tonhalak! A negyedik napra pedig egy crop topot vegyél fel, én hasznikolód. Oh, easy. Oh, yeah. Mi volt ebben? Érzem, hogy ezen a életem végéig kísérteni fog. Először is szeretném megmutatni a cipőmet. Tehát ugye Bence azt mondta, hogy barefoot kell lennem, hashtag lábfét is. Itt a két scrunchy, amit Maria mondott, és találtam, képzeljétek, két olyan színt, ami még megy is a hajamhoz, ilyen kis levendül a színűt. Ezt a crop topot még a Csengének pont egy videója újraalkotásához vágtam le. Tehát ez a crop top Csengének született, és Csenge által veszem fel. Fantasztikus élettörténet, fantasztikus. Viszont akárhogy kerestem, nincs cicanadrágom. Nincsen semmilyen futónadrágom ilyenek, én általában a nagy baggy clothes-okat szeretem. Szóval az egyetlen olyan dolgom, ami hasonlít talán cicanadrágra, az ez a belegítő. Szóval nem fogjátok látni a popolopom. Na és akkor öltözzünk is át! Wow! Hát ez igazán gyönyörű. Sassy, moody, nasty. És most sem ezt a két bánt is. Jaj, Marian, miket kérsz tőlem? Oh, damn. Instant super like. Oké. Okay. Azt hiszem Hello Kitty újra fel lett találva. És ez itt a teljes look. Hey, Shari. Mit nem mondjak, fantasztikusan érzem így magam. Tombi Sál, put some more. Yes! Uram, atyám. Hát szerintem bruttó 4 percig bírnám így a fővárosban nélkül, hogy valaki elvigyen a bokorba. Na mindegy is. És hát ennyi lett volna már ez a videó, srácok. Nagyon remélem, hogy tetszett. Ha igen, kérlek, dobjatok egy lájkot, illetve hiddet subscribe-et, ugyanis már nagyon közel vagyunk ott 200 000 tonhalhoz. Csekkeljetek le a csatornátákság funkciót, és legyetek ti is elit tonhalak. Emellett Instagramon Whisper alsó vonal ton, TikTokon pedig Whisper ton névvel megtaláltok. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!